Tiszapüspöki településen vagyunk, a Tiszapüspöki óvoda előtt. Külsőre egy kúria. Nézzük meg, mi van belül. Hogy hívnak? Kállai Zoltán. És milyen verset fogsz elmondani? Mi a címe? Fekete Csaba, a pocok meg a csürhe. Pocok kocog a piacra, vele tart az űrge. Találkozok a hörcsöggel, az egérrel, meg a borozal. Együtt megy a csürhe. Ámuldoznak a kofák, hát ezek meg kicsodák. Kicsodák, micsodák. Korgó, gyomrú, szőrös, barzas figurák. Nagyon ügyes volt, tehát tapsoljuk meg szerintem. Ezsike óvónénit kérdezzük a Tiszapüspöki óvodából. Mennyivel lett jobb, mennyivel lett könnyebb az életük az új óvodával? Hát megszűnt a zsúfoltság, sokkal több, tehát a mindennapokon kívüli foglalkozásokhoz is teret kaptunk, tehát tereket a tornaszobával bővült az óvoda, a fejlesztő szobánk, ami kettő, ugye? Akkor van nevelői szoba külön a vezetőnek, hát tágasabb lett, szebb lett, jobb lett. Erzsike óvónéni csoportjában milyen aktuális feladatokra készülnek? Hát most az egészség hét eltelte után a Mikulás várás következik, majd a Karácsony várás, hogy erre készülünk. Tiszapüspöki óvodában jártunk, amint beléptünk, megláttuk, hogy ez egy gyönyörű óvodáról van szó, egy új óvodáról. Ennek a működéséről, létezéséről kérdezzük Pomázi Erikát, az óvoda vezetőjét. A Tiszapüspöki óvoda 114 éves múltra tekint vissza. 1898-ban épült az eredeti épület, amely egy kúria jellegű, egyház által felajánlott épület volt a település részére.
És mivel a településen nagyon sok kisgyermek született, illetve a továbbiakban is várható nagyon sok gyermek beérkezése az óvodába, így az önkormányzat egy IAOA pályázat keretében a Széchenyi keret terhére pályázott az óvoda bővítésre, amelynek a kivitelezése 2012. májusában befejeződött, és most egy gyönyörű új épületben élünk. Mit jelent ez pontosan a gyerekek számára? Szívesebben jönnek az óviba? Nagyobbak a lehetőségek? Én úgy gondolom, hogy mind külsőben, mind tartalmilag megújult az óvodánk. 4 csoportban fogadjuk a gyermekeket, illetve a megújulás azt is takarta, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadni tudjuk. Így van mozgássérült gyermekünk, beszédfogyatékos gyermekünk, értelmi fogyatékos gyermekünk, akiknek az ellátását olyan helyiségek biztosítják, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre. Milyen tervei vannak az óvodának még erre az évre nézve, valamint a jövő tavaszra nézve? Jelen pillanatban 4 pályázatunk az, ami be van adva, illetve be van nyújtva. Ezek elbírálását várjuk, illetve a szakmai projektjeink folynak a továbbiakban is. Most az adventi projektünk kezdődik el, amikor a szülőket várjuk majd óvodánkba foglalkozást tartani, ismerjék meg a gyerekek az ő emlékeiket, az ő hagyományaikat, illetve a településen azoknak a gyermekeknek a szüleit és gyermekeit majd egy ringató foglalkozásra várjuk, a Tisza Püspöki Értkör Egyesülettel karöltve, amely egy bábjelenetet fog tartalmazni, illetve egy zenés előadást, illetve óvónőink egy hangszeres zenés koncertre készülnek, amelyet nem csak település karácsony ünnepségén, hanem Törökszent Miklóson és a Nefag ZRT-nél is be fognak mutatni egy partneri együttműködés keretében. Azt mesélik róla, ravasz, mint a róka,